Felnőtt és ifjúsági fúvószenekarok, énekkarok működése mindig is meghatározta Bóly zenei életét. Az alapfokú művészetoktatás 1995-ben indult Zeneiskola Bóly néven, ami a művészeti iskolák 2007-es minősítéséig működött. Az intézmény ekkor kapta az alapfokú művészetoktatási intézmény Bóly nevet, ami a 2005-2006-os tanévben képzőművészeti tagozattal bővült. A zeneiskola a zenekari tagokra, a környező nagyvárosok zeneiskoláiban tanuló fiatalokra és a különféle hangszereken magántanulmányokat folytató diákokra építette növendékbázisát. A Bóly ifjúsági fúvószenekar 1990-ben kezdte meg működését, és 1997 óta van Bólyban harmonika oktatás. A harmonika együttes 2000-ben alakult, melynek vezetője Ladócki Aranka. A művészeti iskola színes műsorral készült a Német Nemzetiségi Zenei délutánra. Nagyon jó helyzetben vagyunk, mert a művészeti iskolánk ugye német önkormányzat és a magyar önkormányzat fenntartásában van, és elmondhatjuk, hogy nagyon jó fenntartóink vannak. Mind szakmai, mind anyagi téren nagyon kedvező helyzetben van az iskolánk. Ugye hangszerparkunk és a szakemberi ellátottságunk is nagyon jónak mondható, és mind a klasszikus zenében, mint a népi vonalon igyekszünk helytállni, és hát így, ahogy a műsorban is voltunk, ugye fuvolásokkal is szerepeltünk, valamint a trombita tanszak is megmutatkozott, a klarinét tanszak is, igyekszünk a német fenntartó felé is az igényeknek eleget tenni, hogy a német nemzetiségi kultúrát ápoljuk, a zenei hagyományokat, és a településen, amilyen megmozdulások vannak és szervezések vannak, ott mi ott vagyunk a művészeti iskolával, és képviseljük a művészet zenei és képzőművészeti ágát is. Mai napra elsősorban német nemzetiségi zenével készültünk, ugye a Bóly Harmonika Együttes többféle zenét is játszik, igyekszünk mindenféle stílust megmutatni, de ezen a rendezvényen többnyire német nemzetiségi zenét adunk elő. A Német Nemzetiségi Zenei délután programjában a Schnapskapelle, a Bóly Harmonika Együttes, a Szociális Központ Énekkara, a Bóly Művészeti Iskola fúvósai, a Bóly Zeneiskola fuvola együttese és a Mároki Német Nemzetiségi Tánccsoport műsora szerepelt, de német népviseleti bemutatóval is várta az érdeklődőket a Bóly Német Önkormányzat. Nagyon-nagyon sok kulturális programunk elmaradt az elmúlt két évben, elmaradtak a pünkösdök, elmaradtak az emaoszok, sok olyan dolog elmaradt, amit most szeretnénk bepótolni, és úgy gondoltuk, hogy az ősszel több ilyen rendezvényt szervezünk, az első ez a zenés délután, lesz még egy Stimmungsparade, egy német nemzetiségi összeállítás, Hanner Robert és csoportjai részvételével, és akkor lesz még novemberben a nemzetiségi énekkarunk 25 évet jubilál, és akkor is egy nagyszabású estet szeretnénk rendezni, és természetesen az adventi programjainkat is remélem meg tudjuk tartani, az óriás adventkoszorunkat a Batthyány téren és a Betlehemet a templom téren, és meg is tudjuk gyújtani minden advent vasárnap a gyertyákat az iskolás gyerekekkel.